Évek óta működik idehaza az Enni adok, enni kapok elnevezésű akció, melynek keretében ételdobozok kerülnek ki a közterületekre, amibe bárki élelmiszert tehet, a rászorulók pedig kivehetik belőle. Az országban először Pécsen valósult meg az ötlet, a kezdeményezés győri meghonosítója a Lurkó Alapítvány egyik nyugdíjas önkéntese, Temesi Vilmosné volt. Én 2015. január-februárban körülbelül Pécsről hallottam egy riportot, a Pió atya hozta létre Pécsen ezt az ételdobozot, először az országba, és akkor én úgy éreztem, hogy szeretném, hogy Győrbe is ez megvalósuljon, és kezdtem utána járni. Nagyon nehéz harc volt, mert nincs rá jogszabály. A sok nehézség ellenére 2015-ben célba ért az elhatározás, hiszen a Cucor Gergely Bencés gimnázium egyik kapujára került ki az első ételdoboz, azóta pedig már 4 helyen is van gyűjtőhely a városban. A szabály egyszerű, romlandó élelmiszer nem kerülhet bele, illetve csak csomagolva, lehetőleg kisebb porciókban javasolt az élelmiszerek elhelyezése. Nagyon megköszönjük, ha bárki hoz, de az itt fölvett módba, tehát hogy zacskóba kérem csomagolni, mert ha nincsen becsomagolva, akkor széttépik és szétdobálják. Főleg a hajléktalanoknak van rá szükségük. Az esetek 80%-ába ők viszik el, én nekem ez a tapasztalatom. A legújabb ételdoboz a vidéki buszpályaudvaron kapott helyet, az akció sikerességét az is mutatja, hogy a doboz a megtöltés után rövid időn belül ki is ürül. Nagyon sok rászoruló van Győrbe, ez a 4 éves tapasztalatom, hogy nagyon sokan rászorulnak, hogy mert mindig üres. Tehát ha beletesszük, akkor egy óra múlva már üres, és kérjük mindenkit, aki teheti, ha csak 2 zsemlét tesz egy nylonacskóba, már az is segítség annak, aki rászoruló. Az ételdoboz szívből jövő adományokat tartalmaz, más célt nem szolgál, mint az önzetlen emberi segítséget. Várhatóan egy újabb, az 5. doboz is elkészül a közeljövőben. A tervek szerint ez Adivárosban kap majd helyet.